A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket a köztérben, Cserpalkovics András kérdezze a polgármestert. Köszöntöm itt a stúdióban, polgármester úr. Én köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, és természetesen köszöntöm a televízió kedves nézőit is. Lesznek majd bejátszók, amiben majd a járókelők, akiket megszólítottunk, majd tudnak Öntől kérdezni, de most először én kérdeznék Öntől így. A közgyűlés múlt hét pénteken összeült, és fontos döntéseket hoztak meg. Az egyik ilyen volt a Vasvári Pál gimnázium felújítására kiírt közbeszerzési eljárás elindítása. Valóban így van, hiszen régóta várunk már erre a lépcsőfokra, persze leginkább majd arra, hogy megkezdődjön fizikailag a kivitelezési munka, és aztán pedig befejeződjön. De azért ez egy jelentős és komoly előrelépés. Ugye ez most a meglévő, vagy talán nevezhetjük így régi patinás vasvári gimi főépület felújítására vonatkozó közbeszerzés. Ugye a nyílászáró cserék megtörténtek, de az épület teljes belső és külső felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás, azt most tudtuk kiírni. Ezt várhatóan tavasz vége fele fogja tudni értékelni a közgyűlés. Bízunk benne, hogy érvényes és eredményes lesz, és szerződni fogunk tudni egy majdan kiválasztott kivitelezővel, aki legjobb minőségi és pénzügyi ajánlatot teszi egy megfelelő jogilag szabályozott eljárás keretében. És várhatóan február-március fordulóján pedig ki fogjuk írni a közbeszerzési eljárás szintén a kivitelezési munkára a vasvári új épületére vonatkozóan is. Ez pedig a szemközti területen kerül majd felépítésre. Itt nem csak tornaterem lesz, hanem közösségi tér, illetve tantermek és ahhoz kapcsolódó tanári szobák kialakítása és parkoló kialakítása is meg fog történni. És azzal lenne az ütemezés, hogy a valamikor tavasz vége fele elkészül a Tóparti gimnázium, és nyáron vissza tud költözni az akkor már felújított Tóparti épületébe, és a Vasvári ezt követően pedig át fog költözni várhatóan körülbelül 2 év időtartamra, időhosszra az egykori Bori általános iskola épületébe. Ezzel így tudjuk gyorsítani a vasvári építését és felújítását, és bízunk benne, hogy 2 évvel később pedig a Vasvári is vissza fog tudni költözni egy akkor már teljesen megújított patinás és szép épületbe, egy új épületrésszel együtt. Én is ezt egy fontos beruházásnak érzem, hiszen ugye azért az iskolák folyamatosan is egymás után újulnak meg, általános iskolák és gimnáziumok egyaránt. Van még előttünk feladat, de azért szerintem most már látszik, hogy tényleg néhány éven belül nagyon sok iskola meg részben vagy egészben meg tud újulni. Ugye a szakképzési centrum dolgozik még egy nagy programon, ami a szakképző iskolákat érinti. Bízom benne, hogy hamarosan ez is el fog tudni indulni, úgyhogy az iskolák vonatkozásában szerintem tényleg sokat tudunk előrelépni. Van, ami ebből Európai Uniós forrás, van, ami nemzeti kormányzattól kapott forrás, és vannak helyi önkormányzati források is benne. A Csalai hulladékfeldolgozó útfejlesztéséről is döntött a közgyűlés. Itt ott mi mindenre lehet számítani? Ugye ott egy útkapcsolat kiépítése, illetve felújítása történt részben meg, és itt vannak még kiegészítő feladatok, amit el kell végezni. Ugye a Csalai hulladékrakóban egy nagyon nagy fejlesztés történt, aminek éppen az a célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, és minél több és nagyobb mennyiséget és arányt újra lehessen hasznosítani. Ugye ez a körforgásos gazdaságnak egy fontos alapvetése. Egyúttal, mint átvette az állam, és utána egy koncesszióba adta a MOL részére az egész hulladékgazdálkodási rendszert, az eredményezi, hogy ennek a létesítménynek is megnövekedett, illetve inkább talán azt mondom, hogy átalakult a forgalma, közben nagyon sok létesítmény ott létrejött, vagy teljesen megújult, vagy teljesen új eszközpark tudott oda települni, viszont az útkapcsolat az nem volt megfelelő, úgyhogy ezt tudtuk most ezzel jelentősen javítani. A barátságháza is megújulhat, erről is hoztak egy döntést. Mikorra várható, és hát mi minden lesz ott a háznál, ház környékén? Ez szintén a Modellvárosok program keretében megtörténő beruházás, ugyanúgy, mint például a Vasvári, vagy éppen a Kodolányi, vagy éppen a Tóparti gimnáziumok felújítása, de ilyen mondjuk a Hétvezér is, hogy még általános iskolát is említsünk. És a barátságházában az oktatási igazgatási feladatokat ellátó elsősorban állami szervezetek találnak otthonra.
és ezért egy ilyen oktatási csomag keretében kerül felújításra ez az épület is, de azért tudjuk, hogy a Barátságháza épületében vannak egyéb funkciók is, gondolok itt a mozira, és gondolok itt mondjuk a díszteremre, vagy az előadóteremre, ugye ezek meg értelemszerűen társadalmi hasznosítást kapnak, hiszen kívülről is szerencsére látogathatók. A mozi működését az nemhogy nem fenyegeti veszély, hanem terben van, hogy esetleg majd a későbbiekben kiegészítenénk egy második teremmel, mert úgy látjuk, hogy szerencsére van igény, és a meglévő terem mögött lenne lehetőség még egy terem kialakítására, úgyhogy talán erre is lesz majd a jövőben lehetőség, és természetesen maga a fő lépcsőház is kap felújítást, és így maga a Barátságháza, ha nem is teljesen, de azért hiszem nagy arányban meg fog tudni újulni. Ugye itt egy kicsit előrébb tartunk, hiszen itt nem elindítottuk, hanem már lezártuk a közbeszerzés eljárást. Szerencsére érvényes és eredményes volt a pályáztatás. Ennek nyomán pár héten belül aláírjuk majd a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződést, és utána pedig pár héttel át is adjuk majd a munkaterületet. És hát valamikor 2025 körül a fejlesztésbe is fog fejeződni. Az Aranybulla környéke nagyon szépen megújult, sőt maga az Aranybulla is tényleg nagyon szép lett, és ott pedig illemhelyeket fognak kialakítani. Mikorra várható ez, mit lehet tudni? Ugye ebben a műsorban is felmerült már korábban az a kérdés, sőt, ha jól emlékszem, a utcaember is, mint rovatban is volt ilyen jellegű kérdés, nagyon szép lett a megújított Aranybulla, de hát jó lenne ott, ha bármi miatt erre szükség van, különösen meg kiránduló hely, és nem csak gyalogosoknak, hanem kerékpárosoknak is egy jó kis megálló hely, hogy ott lenne lehetőség egy szociális blokk kialakítására, ezt fogjuk most megtenni kiegészítő beruházásként, és hát bízunk benne, hogy valamikor ez jövőre is fog tudni készülni, fizikai kivitelezés is meg tud tehát valósulni. Ezzel ott komplexé válik az a kis fejlesztés, ami szerintem nagyon szép lett, nagyon sokan szeretik, használják, sok turista is, de sok fehérvárival is lehet ott találkozni, akik városon belül elmennek egy kicsit kirándulni. Ha már a fejlesztéseknél tartunk, akkor egy nagyon fontos fejlesztést adnak át majd holnap, hiszen a kőtér megnyílik majd a látogatók előtt. Ez egy olyan program, ami talán a nézők visszaemlékeznek rá, hogy úgynevezett Árpádház program keretében tud megvalósulni, és egy régi vágya válik valóra részben a szakembereknek is, a tudományos embereknek is, hiszen ők nagyon sürgették, és tegyük hozzá joggal, hogy azok a kőfaragványok, amelyek azért szép számmal megmaradtak az egykori koronázó templomból, ezeket méltó, védhető és kutatható helyen helyezzük el, és most erre így lesz lehetőség, és ezzel párhuzamosan pedig megmentünk egy igazi kulturális közösségi teret és épületet, ez a köztársaság mozi épülete, szerintem sok tévénézőnek is vannak szép élményei, emlékei a moziból, és ezt sokáig néztük, sajnos azt, hogy folyamatosan pusztul ez az épület. Szerencsére ezt nem csak meg tudtuk állítani, hanem most teljes egészében kívül belül megújult a mozi, és ebbe kerül elhelyezésre. Ez a kicsit múzeum, kicsit tudományos kutatóhely, talán azzal lehetne leginkább a lényegét meghatározni, hogy mondjuk megérkezik egy csoport, akár fehérvári, akár máshonnan érkező, akármilyen generációhoz tartozó, akik a nemzeti emlékhelyet szeretnék megnézni, azok először be fognak menni ebbe a kültárba és látogatóközpontba, ott kapnak egyfajta szellemi és lelki tudást és hátteret, hogy miért és miben volt különleges jelentősége ennek a helynek, miért mondjuk, hogy ez a nemzettörténelmi bölcsője, és utána ezt követően mennek át, és nézik meg mondjuk a nemzeti emlékhelyen. És akkor lehet, hogy a romterület is már egy kicsit más megvilágítást kap, mint ha most csak besétálunk, és lehet, hogy hirtelen csak néhány alapinformációnk van a hely jelentőségéről, de többet nem tudunk róla. Ezt mindenképpen most ez az épület együttes pótolni fogja, és viszonylag közel van, hiszen ez egy pár perces séta egyik helyről a másikra, és ezen belül pedig a kövek elhelyezése is megtörtént. Úgyhogy nagyon izgalmas terek jöttek létre, és annyiban a mozi funkció is megmaradt, ezt majd aki belép, az látni fogja, hogy nagyon sok falra vetített digitális tartalom is elérhető, ott azon a helyen is, ahol annak idején a vászon volt.
Úgyhogy szerintem ebből a szempontból is izgalmas lett ez a hely. Én örülök annak, hogy sok visszajelzés érkezik, hogy ahogy a Petőfi mozit sikerült megmenteni, és továbbra is egy kulturális központ, ugyanúgy a Köztársaság mozival is ez történt. Nem lebontásra került, mint sok helyen máshol az országban, és ma már van helyette egy társasház, vagy valamilyen egyéb ingatlan fejlesztés történt, hanem megőriztük ezeket a kultikus épületeket, és továbbra is a kultúra szolgálatában állnak majd. És hát lesz még egy épület, még egy hely, ami még jobban fogja vonzani a turistákat ide. Igen, és ez természetesen pedig mindig egyrészt a turizmus növeli, a turizmus az gazdasági kérdés is, hiszen sok vendéglátóipari tevékenységgel vagy szállodaiparban dolgozó vállalkozás működik a városban. Minden egyes megérkező mondjuk csoport, az nekik is egy pénzügyi lehetőség, ezáltal magukat a szolgáltatásokat is minőségbe folyamatosan lehet javítani, nő a vállalkozások bevétele. Talán ennek is köszönhető, hogy több új kereskedelmi és vendéglátóipari hely is nyílt, akár az elmúlt időszakban is, minden nehézség ellenére is dacára. Szerencsére a vállalkozások túlélték ezt a nehéz időszakot, sőt adott esetben újak is nyílnak, ami azért is fontos, mert egyrészt a szolgáltatási paletta növekszik és bővül, minőség javul, ez szerintem fontos. Másrészt minden ilyen vállalkozás megnyitása az egy bizalmat is mutat az adott vállalkozó részéről a város irányába, hogy érdemes befektetni, érdemes embereket felvenni, érdemes eszközöket beszerezni, egy új helyet nyitni, mert van perspektíva és lesz rá kereslet. Én minden vállalkozásnak szurkolok, hiszen minden vállalkozás segíti a városnak a működését, akár a szolgáltatásban, akár a helyi adók vonatkozásában a bevételhez jutatja az önkormányzatot. Gondolok itt például, ma beszéltünk éppen egy sajtótájékoztató keretében a különböző önkormányzati intézmények felújításáról, óvodák, bölcsödék, szociális intézmények, 415 millió forintot tudtunk saját erőből ezekre költeni, ezt teljes egészében a vállalkozások által befizetett helyi adó terhére tudtuk megvalósítani, és nem szabad elfelejteni, ezek a vállalkozások emellett pedig munkahelyeket létesítenek, tartanak fenn, és az ott dolgozók segítségével tudják a maguk fejlesztéseit is megvalósítani. Most egy kicsit a fejlesztésekről beszéltünk, most jön az első bejátszó. Hát kérdéseket és véleményeket is fog tartalmazni ez a bejátszó. Múltkor azt mondtam, hogy most miután régóta itt lakom, és úgy próbálok sétálni, hogy idegen szemmel, mit lát egy idegen, és nagyon-nagyon tetszik. Annyira szépen alakul a város, különösen a belváros, szépülnek az épületek, hát van még mit rendbe tenni. Ezen gondolkodtam az előbb, hogy mi az, amit láttam, hogy na erre már ráférne egy kis felújítás. Tehát nagyon tetszik, ahogy gyarapodunk és szépülünk. Tiszta, rendezett a városunk, főleg a centrum. Külterületekkel már akadnak problémák, például a lányom is lakik, ott erősen járda hiányossággal küzd a lakótelep, nem nevezem meg, úgyis tudják a városgazdálkodás, hogy mely terület van járda problémával. Közlekedés jó, már a helyi buszos közlekedés, bár én keveset közlekedek, de hallom az ismerősök közül, hogy prima. Most olyan valami váltás volt a tömegközlekedés területén, ez nem tudni hova dől el, mély irányba. Egyetlen problémám van, én a Taksony utcában lakom, és ott van a Géza utcán a buszmegálló, ami nagyon kicsi. Azt felújították, de két ülés van benne két személynek, pedig ott van közel a Hétvezértéri iskola, és ennek oldala sincs, egyedül a teteje van. Úgyhogy ilyenkor is az eső jobbról is, balról is bever. Ezt hiányolom, hogy nem lett egy nagyobb, pedig hely is van, és elfért volna. Ennyi a kérdésem hozzá, hogy nem lehetne ezen változtatni valamikor. Csak azt szeretném, hogy a 26-os, az ugye a Videótontól egyenesen lemegy a Béla úti temető fele. Már egyszer korábban kértünk, és amikor volt róla szó, hogy menetrendváltozás lesz, akkor esetleg majd ezt a területet érinti, tehát mi azt szeretnénk, gondolom, hogy öreghegyiek, nem csak én vagyok egyedül ezzel, hogy a Videótonnál, az iskolánál lefordulni, amerre a 32-es meg a 26-as megy, és ott kifordulni a Fiskális útra, és úgy a temető fele, mert ott egy városrésznek, vagy egy pár utcának a gondjait megoldaná. Egyébként hát még egy lenne. Most Mindenszentekor voltunk a temetőbe,
és van olyan rész, ahol ami másodosztályú parcella, és ilyen murvás rész, és hát az eső, meg az autók bejárnak, ugye kigödrösítették, és akkora visszócsapott, hogy alig lehetett oda menni a sírokhoz, hogyha ezt esetleg lehetne kérni, hogy amikor lehetőség van rá, akkor nem bennénk rossz néven, ha megvalósulna, hogy helyreállítják. Ezt egy szóba bele szeretnék kapaszkodni, mert az úr azt mondta, hogy a hölgy az elején, már nem emlékszem pontosan, hogy gyarapodik a város, és ezt én azért emelném ki, mert hogy valóban ez a célunk, hogy maga a város, hiszen az mindennyiünké tudjon gazdagodni, fejlődni, gyarapodni, úgyhogy szerintem ez nagyon szép kifejezés volt, és örülök, hogyha ezt így látják, mert alapvetően ez meghatározza azt a célt is, aminek keretében dolgozunk, és amiért dolgozunk. A közösségi közlekedésről többen beszéltek, azt külön örülök, kicsit meg is lepődtem, hogy valaki azt mondta, hogy nagyon jó, mert ilyet ritkán szoktunk kapni, és van is rajta bőven mit fejleszteni, de ugye utána elhangzott egy konkrét kérdés is a 26-os, 32-es járatok tekintetében. Itt talán érdemes azt megemlítenünk, hogy jövő héten, vagy az utáni héten nyilvánosságra hozzuk a tervezett hálózat és menetrend bővítés első ütemére vonatkozó változásokat. Ezek nagyon-nagyon nagy arányban növeléseket fognak, növekedést, fejlesztést fognak tartalmazni. Itt kapacitást fogunk növelni, magyarul többletjáratokat fogunk beállítani. Lesznek korareggeli járatok és lesznek késő esti járatok, amire nagyon régóta is sokan várnak. Úgyhogy ez mindenképpen előre lépést jelent majd, illetve ugye ez már a multicsarnok belépéséhez kapcsolódó új közlekedési lehetőség kihasználására is alkalmas lesz. Tehát, hogy a Budai út felől is nem csak a multicsarnokot, hanem az albaipari zónát és az ipari parkokat is ki szeretnénk új járatokkal szolgálni. Én azt kérem mindenkitől, hogy amikor nyilvánosságra hozzuk ezt a tervet, elképzelést, akkor ezt véleményezzék, hogy kapjunk visszajelzéseket. Lesz, újra elérhető lesz az a kis informatikai lehetőség, hogy ki a saját lehetséges útvonalát megtervezhesse, és így maga is el tudja dönteni, hogy neki ez a változás jó, vagy kevésbé előnyös. Minden esetben várjuk a visszajelzéseket. Utána ezt szeretnénk elérni, valamikor a jövő elején bevinni a közgyűlésre, és ha lehet, akkor már ezt az első ütemet tavasszal be is vezetni. Ugye ez egy többletkilométert fog jelenteni, nyilván pár százmillió forinttal többbe fog kerülni a városnak, de úgy érezzük, hogy ez szükséges, hogy a közösségi közlekedést továbbfejlesszük. A buszmegálló esetében meg fogom nézni, és meg fogom kérni a kollégákat, hogy ők is tegyék ezt meg, hogy a Géza út esetében mi a helyzet. Azt is meg kell vizsgálni, hogy van-e hely. Ugye azt hangzott, hogy van hely, de hogy jogilag az a hely alkalmas-e arra, hogy a szabványok szerint oda buszmegálló legyen telepíthető, de meg fogjuk vizsgálni, ha van erre lehetőség, akkor ennek egyébként nem lesz, nem is szokott akadálya lenni. Ugye a belvárosi épületek felújítása tekintetében szerintem jó hír, hogy a jövő esztendőben újra visszahozzuk ezt a támogatási programot, lesz rá pénzügyi forrás, úgyhogy várni fogjuk a pályázatokat, de örülök, hogy látják az emberek, hogy egyre több ingatlan magántulajdonban vagy köztulajdonban lévő ingatlan újul meg a belvárosba. És ugye még a Béla úti temetővel kapcsolatban volt egy kérdés. Tudni kell, hogy elindítottunk egy új parcellázást pár évvel ezelőtt, ez egy nagyon jelentős költség, hiszen nagyon komoly feltételeknek kell egy temető kialakítása, működtetése vonatkozásában megfelelni, és annak az első része készült el, és pont a városgondnok úrral pár nappal ezelőtt tárgyaltunk arról, hogy a jövő évben ezt folytatni fogjuk, úgyhogy ezt a területet is érinteni fogja reményeink szerint majd ez a fejlesztés. Egyébként egy fejlesztés pedig megtörténik, hogy új elektromos kisbuszt állítunk üzembe a Béla úti temetőbe. Ugye ma már az egy nagyon nagy kiterjedés és nagyon-nagyon nagy területen lévő temető. Nagyon nagy távolságok vannak, nyilván az idős emberek számára ez tud megterhelő lenni, de továbbra is ez a most innentől majd új elektromos autóbusz rendelkezésre fog állni, mint szolgáltatás. Ugye a fejlesztésekkel fejeztük be még így a bejátszó előtt. Egy fontos fejlesztésről még nem beszéltünk. Nagyon szépen haladnak a csapatok itt a városunkban, a sportcsapatok, és a multifunkcionális csarnokot ugye kipróbálhatták, mely égre léphettek a hokisok. Mikorra várható, hogy ezt a csarnokot tényleg tudják használni?
Ja, a szerződés szerint december 28-án kell jogi értelemben, műszaki értelemben készre jelentenie a kivitelezőnek a csarnokot. Mi most úgy látjuk, hogy időarányos eddig a teljesítés, tehát ennek várhatóan nem lesz akadálya, legalábbis jelentős csúszás biztos, hogy nem lesz. Ezt követően elindul egy műszaki átadás átvételi eljárás, és ahhoz kapcsolódóan majd egy engedélyeztetési eljárás. Valamikor a tavasz második felében lehet majd birtokba venni úgy a csarnokot, hogy azt meg tudjuk nyitni, és már programokkal, rendezvényeket tudjuk hívni az embereket. Ahogy ennél konkrétabb lesz az időpont, az esemény, akkor ezt természetesen azonnal jelezni fogjuk. Ettől elválasztottuk az útkapcsolat és a közlekedési csomópontok használatának kérdését. Ott a műszaki átadás átvétel éppen ezekben a napokban lezárult, és így a második lépcső a használatba vételi engedélyeztetés kezdődhet meg. Ez az alapesetben 30 napot vesz igénybe, tehát én azt mondom, hogy valamikor jövő év elején az utakat már meg fogjuk nyitni a forgalom előtt, tehát nem fogjuk vele megvárni a multicsarnok átadását. Úgy érezzük ugyanis, hogy ez tényleg nagyon nagy segítséget fog jelenteni, nem csak azoknak, akik majd a jövőben a csarnokba járnak valamilyen eseményen, vagy onnan szeretnének hazajutni, hanem azoknak is, akik a környék ipari parkjaiba, ipari üzemeibe, vállalkozásainál dolgoznak. Ez sok vállalkozás kérte, hogyha lehet, akkor bővítsük az útkapcsolatot, közösségi közlekedés, autós közlekedés, kerékpáros közlekedés lehetőségeit is javítsuk, és ezt most megteremtettük, és ezért ahogy lehet, ezt meg fogjuk nyitni, szerintem a jövő év elején erre lesz is lehetőség. Fontos megállapodást kötött néhány héttel ezelőtt Székesfehérvár önkormányzata és a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda. Miért is volt olyan fontos ez a megállapodás, hogy ez létrejöjjön? Ez a megállapodás, ez Európai Uniós forrásokról szól, de nem azokról a forrásokról, amiről általában beszélni szoktunk akár ennek a műsornak a keretei között is. Tehát amiket megkap a minden tagállam, így Magyarország is, és akkor az egy Európai Unióval egyeztetett programon keresztül például eljut a városokhoz, és mi ezeket felhasználjuk. Ilyen mondjuk most a Móri út felújítása, hogy mondjuk egy konkrét példát, hanem közvetlen Európai Uniós forrás, tehát ami a magyar államon kívül közvetlenül Brüsszel fele benyújtandó pályázatokat jelent, és onnan tehát plusz pénzek, források érkeztetnek a város fejlesztésére, működtetésére. És ez a megállapodás arról szól, hogy ez az állami szervezet, ez nekünk szakmai segítséget, támogatást nyújt ahhoz, hogy minél több ilyen közvetlen uniós forrásra vonatkozó pályázatot tudjunk benyújtani. Ez teljesen más logikájú, teljesen más szabályai vannak, mind a hagyományos Európai Uniós pályázatoknak, nem magyar nyelvű, hanem például angol nyelvű pályázatokat kell benyújtani, sok esetben önerőt kell hozzá vállalnia a városnak, és egyszer meg kell tanulnunk ezt a fajta pályázati rendszert, meg kell nézni, hogy mi az, amit ebből tudnak a mi szakembereink végezni, hol van szükség esetleg szervezeti szakmai fejlődésre a hivatalon belül is, és hol van szükség külső szakértőnek az igénybevételére, mert egyszerűen nem éri meg mondjuk, vagy nem is feltétlenül találunk olyan szakembert, akit mi folyamatosan tudnánk foglalkoztatni. Sőt, negyedik elemként fölmerül az a kérdés is, hogy akár a város maga, akár más városokkal szövetkezve legyenek közvetlen uniós elérésünk, magyarul Brüsszel irodája a városnak. Pont ilyen források és szükséges kapcsolatépítések tekintetében minden a következő időszakban megtanulandó kérdéskör, és erről szól valójában ez a megállapodás. Talán egy konkrétumról azonban érdemes már beszélni, ugyanis egy ilyen pályázatot a város pár héttel ezelőtt benyújtott Brüsszel irányába. Ez egy alapvetően rendezvényre, programra fókuszáló pályázat. Én csak ilyen pilot pályázatnak tekintem, vagy egy tanuló pályázatnak tekintem a mi részünkről, hiszen végigmegyünk ugyanazon az úton, és meglátjuk majd, hogy mennyire lesz ez sikeres. Testvérvárosainkkal közösen nyújtottuk be, de úgy, hogy a fő kedvezményezett a Székesfehérvár, és az Európai Uniós csatlakozás 20 évéről szólna, bevonva mondjuk Opolét, Lengyelországból, Zadart, Horvátországból, és 2025-ben szeretnénk nyáron királyi napok ideje alatt egy programot megvalósítani. Erről szól ez az első ilyen jellegű közvetlen pályázatunk. Egyébként egy másik folyamat is elindult, ott pedig egy olyan
Brüsszelben közvetlenül tevékenykedő vállalkozást keresünk, majd meglátjuk, hogy ki fogja ezt a pályázatot megnyerni közülük, akik ottani tapasztalattal rendelkezve tudnak nekünk egy szakmai anyagot készíteni arról, hogy szerintük a jövőben, a következő 5-10 évben a város az milyen jellegű mondjuk fejlesztési vagy civil szervezeteket támogató pályázatokon lenne érdemes, hogy elinduljon. Egy kicsit tehát segítenek nekünk, hogy a fáktól az erdőt is lássuk, hogy mire érdemes Fehérvárnak fókuszálni. Itt nagyon komoly lehetőségek vannak. A nyugat-európai városok kifejezetten jelentős forrásokat hívnak le az Európai Uniótól, sőt azt is lehet mondani, hogy nagyon aránytalanul a források zöme oda megy, és kevésbé jön a közép-európai országokba. Ez nem csak magyar probléma, hanem szlovák, cseh, lengyel, román probléma is, és ezen szeretne részben az Európai Unió központja változtatni, részben ezek a tagállamok, hogy arányosan érkezzenek ezekhez a településekhez is források. Egyébként itt nem csak a települések kaphatnak ilyet, hanem például a vállalkozások is. Tehát ez nem csak nekünk lesz érdekes, hanem a Fehérváron dolgozó gazdasági szereplőknek is. Úgyhogy igyekszünk megtanulni, elsajátítani, megnézni, milyen jellemzői vannak, és erről persze folyamatosan majd a nyilvánosságot ugyanígy, mint ahogy most tájékoztatni is fogjuk. Most akkor jönne egy második bejátszó, újabb kérdésekkel és véleményekkel. Én szeretek ott lakni, mert rendben tartják a parkosított részeket, és a parkolással nekem igazából problémám nincsen, úgyhogy amikor szabad idő van, szívesen töltöm kint a szabadba az időmet. Amire kíváncsi lennék, hogy a Feketesre szállónak az Ady utcában mi lesz a sorsa, annak a gyönyörű épületnek, ami egy központi hely volt valamikor, nagyon-nagyon le van épülve. Mi a terv? Köze van Fehérvár, nagyon szeretjük, sokat járunk ide, a belváros gyönyörű, szép, és igazán kedvük, hogy kerámikus vagyok, itt leszek az adventi vásárban, úgyhogy szívünk csücske. Kicsit jobban kellene takarítani, mert a külterületek bizony elég csúnyák. Azon kívül vannak olyan idősek, akiket fel kéne kutatni most december előtt elején, nem tudom, a megbízottaknak vagy hogyaknak, hogy egy kis ajándékot vagy valamit, mert én a lépcsőházban én szoktam levinni az időseknek, de mindenkinek én sem tudok adni. Köszönöm szépen, én meg vagyok elégedve az én munkájával, csak hát egy kicsit még tágabban kellene, hogy körülnézzen, hogy bizony a városgondosság nem biztos, hogy nagyon szépen takarít, vagy mindenhol takarít. Hát, polgármester úr. Hát, köszönöm szépen a kérdéseket. Fekete Sas épülete valóban egy kultikus és szép műemlék épülete a belvárosunknak, nincs jó állapotban. Talán emlékeznek rá a kedves nézők, hogy a Modern Városok programnak először része volt 2015 tavaszán, akkor múzeumi funkcióra szerettük volna felújítani. Ezt követően azonban a Honvédséggel történő együttműködésben merült föl, hogy esetleg a főparancsnokság épülete lesz, és ezzel párhuzamosan pedig a rendház épülete, a múzeum főépülete pedig teljes egészében megújult, sőt, bővíteni is lehetett. Így múzeumi fejlesztés lekerült a napirendről a Fekete Sas. Az erre vonatkozó forrást mi átcsoportosítottuk iskola felújításokra, ma is beszéltünk már róluk. És most a legnagyobb kérdés az, hogy milyen funkcióra használjuk és újítsuk föl a Fekete Sas szállót. Patinás épület szerintem valamilyen jó közösségi célokat is szolgáló tartalmi elemet kellene ott megvalósítani. Dolgozunk rajta, vannak is konkrétumok már, konkrét egyeztetések is vannak, de ezek bejelentésével megvárnám azt, hogy ezek akkor most már véglegesek-e, és ezt meg lehet-e mondjuk ígéretként már fogalmazni a fehérváriak irányába, de azt szeretném aláhúzni, hogy mindenképpen célkeresztben van a Fekete-Sas, fel kell újítani, meg kell menteni, és valami olyan funkciót jó lenne bevinni, ami igazán illeszthető egy belvároshoz, akár turisztikai vonatkozásban, akár az itt élők számára egy pozitív dolgot tudna jelenteni. Szerintem van erre remény, esély, meglátjuk, hogy sikerül ezt az új célt elérnünk. Hogy a köztisztaság esetében, az előző blogban valakik éppen azt dicsérték, hogy milyen tiszta a város,
itt most a külterület tekintetében érkezett egy kritika. Én azt kérném a kedves hölgytől is, hogyha megírná, hogy pontosan melyik területről van szó, mert nyilván Fejér elég nagy, akkor fókuszálva arra a területre meg tudnám nézetni. Szerintem a Városgondnokság mindent megtesz, 100 ember dolgozik ezen a területen, és bizony egy olyan csapadékos esztendőben, mint az idei, ez látszik, hogy nem elég, viszont az erőteljes munkaerő hiány van. Tehát ezt a fajta munkát, ezt bizony egyre kevesebben szeretnék ellátni, és ez akkor is igaz, hogyha magasabb a jövedelem, tehát ez biztos a következő évek egyik nagy kihívása, főleg úgy, hogy közben a zöld terület arány az nagyon jelentősen megnövekedett az elmúlt években, hát gondoljunk csak a belépő palotavárosi tavak környéki fejlesztésre, vagy a megújult parkjainkra, a Sóstó környezetére, vagy éppen most átadott alsóvárosi rétre, ezek önmagában is nagyon jelentősen növelték a zöld területeknek az arányát, és ezt folyamatosan nem csak megújítani kell, hanem gondozni is. Látszik talán, hogy van ilyen törekvés, hiszen nem csak a belváros létezik, hát gondoljuk csak a Rózsaligetre, ami éppen most újul meg, vagy az előbb említett példák egyike sem a belvárosban van, a Sóstó sem, az alsóvárosi rét sem, ugye az Aranybúla környezete is úgy újult meg, utak, járdák újulnak meg, ugye a külső város részekben is, de lehet hiba, sőt egy nagyváros életében mindig volt és lesz is javítandó terület, úgyhogy a hölgy megkeres engem konkrétan, hogy mely területre gondolt, akkor ott megnézzük a Városgondnoksággal, hogy mit lehet e tekintetben tenni még. Sajnos most már nagyon sok időnk nincsen, de fontos. De mindig elrohan ez a fél mindig óra. Igen, picivel több, mint fél óra, de tényleg gyorsan telik. Szóval, hogy fontos hír, hogy most hétfőtől elindult a Denzóban az inverterek gyártása. Miért olyan fontos, hogy itt a városunkban indult el? Egyrészt, mert nagyon fontos, hogy azok az ipari szereplők, legyenek azok kisebbek vagy nagyobbak, magyar tulajdonú vagy nemzetközi cégek, akik az autóiparhoz kapcsolódnak, azoknak most egy nagyon nagy lépcsőt át kell tudni ugrani, föl kell tudni lépni egy másik szintre, mégpedig, hogy mondjuk a dízelautókhoz képest most már elektromos autókhoz gyártanak alkatrészeket, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy megőrizzük a munkahelyeket, illetve az új technológiák Székesfehérvárt válasszák, ebben az esetben is szerencsére ez így történt. Több más ipari cég esetében is elmondhat, hogy nagyon komoly beruházásokat, fejlesztéseket, technológiaváltásokat valósított meg az elmúlt években. Nagyon sok esetben önerőből, hiszen ezekben a hetekben is több ilyet adtunk át, és még decemberben is fogunk ilyet bejelenteni szerencsére. És ezek közül a Denso azért is kiemelkedik, mert egy olyan technológiát hoz, ami nem, hogy Magyarországon nincs, hanem Európában sincs. Ezt jól mutatja, hogy azok az emberek, akiket be kellett erre tanítani, azokat Japánba és Amerikába vitte a cég. Mert tanítani, mert Európában nem elérhető. Én valahol hallottam mostanában, hogy kevés ilyen technológia érkezik Fejérvárra. Szerintem ez eddig sem volt igaz, de erre egy kiváló cáfolat és példa. És azért is fontos, mert ez már kifejezetten elektromos autókhoz gyárt alkatrészt. Rögtön szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy nem akkumulátort, nem ilyen fejlesztésről van szó, hanem egy olyanról, ami előre lépést jelent, viszont mutat nekünk egy nagyon fontos dolgot, hogy itt bizony nagyon erősen automatizált, magyarul robotizált már ez az üzem, ami jóval kevesebb emberrel állít elő ugyanolyan volumenű, nagyságrendű terméket. Tehát látszik, hogy bizony a felnőtt képzést is fontos területként kell kezelni, és talán az Alba Innovárral egy kicsit meg is előztük a korunkat, sőt azok a delegációk, akik itt voltak ezen a technológia avató ünnepségen, Japánból, Amerikából, Németországból, azok rá is csodálkoztak, hogy az Alba Innovárnak mondjuk milyen felnőtt képző helye van, például a Denzón belül, és hogy ez abszolút megelőztük a korunkat, de szükséges annak érdekében, hogy a ma munkahelye ugyan átalakul, de az ott dolgozó embernek legyen az átalakulást követően is munkája. És hogyha már itt az elektromos autókról van szó, ugye az inverterek gyártása terén, akkor egy fontos megállapodást kötöttek az egyik céggel, aki ilyen elektromos töltőket fog elhelyezni és üzemeltetni fogja a városon belül. Igen, és ezzel még inkább megszilárdítottuk a városnak azt a helyét és szerepét, hogy arányosan a legtöbb töltő itt található Székesfehérváron, az egész országot figyelembe véve. Szerintem ez egy komoly eredmény. Látszik, hogy egyre növekvő igény mutatkozik ezekre, és nagyon fontos, hogy ezek a töltők már jóval korszerűbbek, és egyébként jóval gyorsabbak is. Tehát itt pár perc alatt már kifejezetten jelentős töltést lehet elérni, és ami nagyon fontos, hogy ezek nem kerülnek a városnak pénzébe, mi ez valójában helyet biztosítunk,
illetve segítünk az infrastruktúra fejlesztésben, és most már a jövőben ezért egy kis bevétele is lesz a városnak, mert mondjuk úgy, hogy egyfajta közterületfoglalási díjat ezek után, a töltők után az adott cégek és üzemeltetők finanszírozni és fizetni is fognak. De mondom, ez másodlagos, itt a legfontosabb az, hogy a technológia tekintetében, aki szeretne elektromos autóra váltani, az ezt megtehesse azzal a nyugalommal, hogy lesz hol töltenie, nem csak otthon, hanem ott esetben közterületeken is. És sok minden vita fölmerülhet ezzel a fajta technológiával kapcsolatban, egy biztos, lokálisan mind a légszennyezettséget, mind a zajszennyezést jelentősen csökkentik ezek a gépjárművek, akár autók, akár mondjuk autóbuszok. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt itt a köztérben, és hát ha nem is mindent tudtunk megbeszélni, mert az utóbbi időben történő sok mindenről nem tudtunk beszélni, de hogy azért nagyjából képet kaphattak a nézők is az utóbbi idők eseményeiből. Köszönöm szépen a sokféle kérdést, sokféle témát és a sokféle véleményt is. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.